a Nemzetközi és Európai Szakkollégium tagjaiból álló csapat szerezte meg a The Climate of Change nemzetközi vitaverseny májusában megrendezett döntőjének győztes címét. Ennek a csapatnak a tagjaival beszélgetünk most, név szerint Kis Fannival, Horváth Lucával és Frankó Dániellel. Első körben hadd gratuláljak nektek a győztes címért, illetve hogy kell elképzelni ezt a versenyt, hogy zajlott le? Köszönjük szépen a gratulációt! Ez egy Európai Uniós kezdeményezés, több országban is zajlott egyszer ez a verseny. 4 fordulóból állt, az első 3 forduló az online volt megtartva, és az utolsó forduló volt élőben. És ugye erre a döntőre a legtöbb pontot szerzett 3 csapat jutott be. Mi egyébként első helyen jutottunk be a döntőbe, úgyhogy nagyon izgatottan vártuk ezt a döntőt. Ez a Nemzeti Múzeumban volt megszervezve, Áder János védnökségével, illetve különböző fellépőkkel, mint például a Mező Misivel. Maga az indulással kapcsolatos motivációtokról mit kell tudni, Luca? Hát először is a szakkollégium hirdette meg ezt a versenyt, azon belül is egy tagunk már bíráskodott, és így tudtuk meg. És én tudtam, hogy Fanni már nagyon sok ilyen versenyen indult, és Dani pedig Fannit kereste meg, én pedig Fannit szintén, és így összeállt a csapatunk. Hát én mindenképp szerettem volna valamilyen versenyben részt venni így az egyetem folyamán, és ez közel állt hozzám, szóval nekem ez volt a motivációm, hogy képviselhessem így az egyetemet, meg jól érezzük magunkat, szóval. Ennek örülök főleg, hogyha jól is éreztétek magatokat. Ugye a verseny még nem ért véget, hiszen Brüsszelben folytatjátok majd, ahol az Európai Uniós döntéshozókhoz vihetitek majd az érveiteket, és győztetitek meg arról őket, hogy a klímaváltozás miért is fontos, ha egyáltalán fontos. Dani, miket tartogat számotokra a brüsszeli forduló? Mit gondolsz erről? Tényleg nagyon szépen köszönjük. Azt mindenképpen elmondanám, hogy a klímaváltozás fontos, tulajdonképpen a projektnek is ez lenne a lényeg, hogy felhívja mind például a fiataloknak, vagy különböző döntéshozóknak erre a figyelmét, és egyfajta társadalmi dialógus kialakítson. Ami a vita versenynek a következő fordulóját illeti, a brüsszeli döntővel kapcsolatban még sok kérdőjel van, viszont ahogy már a lányok is elmondták, mindenképpen össze fogunk csapni azokkal a más uniós tagországból érkező csapatokkal, és akik tulajdonképpen részt vettek a nemzeti döntőkön. Remélhetőleg biztosi jelenlét mellett, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk az egésznek tulajdonképpen a végkifejletét. Arról van információtok itt a sok kérdés ellenére, hogy mikor lesz maga ez a brüsszeli forduló? Igen, hogyha jól tudom, akkor október végén, november elején fogják ezt megszervezni Brüsszelben, az Európai Parlamentben, és igazából egyelőre ennyit tudunk róla, meg hogy ez egy 4 napos verseny lesz. Mindenféleképpen izgalmas és sokat tanító verseny volt, én ezt úgy láttam így külső szemlélőként. Milyen kompetenciákkal gazdagodtatok, gondolok itt lexikális tudásra, illetve mondjuk a vitakultúrátok tekintetében, Luca? Hát nekem elsősorban, ami a legjelentősebben fejlődött, az mindenképp az angol tudásom, hiszen az első fordulót leszámítva ugye angolul voltak a fordulók, és így a végére teljesen máshogy néztem például filmeket, sorozatokat, vagy olvastam, illetve tényleg nagyon sok szakmai tudást szedtem össze, és szerintem ez mindenkire elmondható így a felkészülésünk során, mind a környezetvédelemben, mind a migráció, a vízügyben, mindenféle területen. Dani, ez a kompetencia fejlődéshez mit tudsz hozzátenni? Igen, tulajdonképpen az egyik legérdekesebb rész az volt a vitaversenynek, hogy mennyire sokrétű magának a klímaváltozásnak a tulajdonképpen a ténye és magája a témája. Ami nekem nagyon-nagyon mérvadóan megmaradt az, hogy mennyire bele kellett magunkat ásni abba, hogy tulajdonképpen tagállami kompetenciákról, feladatkörökről és hatáskörökről van szó, vagy pedig uniós hatáskörökről. És tulajdonképpen a vitaversen is ez jött elő, hogy melyik csapat tudja jobban alátámasztani, pró vagy kontra oldalon, hogy éppen milyen szinten kéne éppen az adott problémát delegálni, vagy pedig megtárgyalni. Már eddig is nagyon sok kompetenciafejlődés hangzott el, de Fanni, téged is megkérdezek, hogy te miket tapasztaltál, illetve mondjuk ha egy élményt ki kéne emelni az egész versenyből, akkor az mi volna? Ahogy már ugye Luca is említette, én egész gimnázium éveim során, tehát 5 évig jártam ugyanilyen vitaversenyekre, úgyhogy nagyon-nagyon szeretek vitázni, és nekem itt azt tetszett, hogy azért nem egy gimis szint volt ez az egész verseny, tehát tényleg nagyon nagy tudással rendelkező hallgatókkal mértük össze a mi saját tudásunkat, illetve nekünk nagyon nagy segítség volt, hogy itt az egyetemen szakemberekkel tudtunk felkészülni, tényleg Ceceli Vivien tanárnő, Varga Andris tanár úr, Fülöp Sándor és Szegedi László tanár. Igen, meg dr. Horváth Valéri Eszte tanárnő is nagyon-nagyon sokat segített nekünk, és szerintem nekünk ez volt a plusz a többi csapattal szemben, hogy mi tényleg nagyon tisztában voltunk az uniós döntéshozatallal, meg mindenféle közgazdaságtani folyamattal, és hát nekem ez nagyon tetszett, hogy tényleg nagyon bele tudtam ásni magam a klímaváltozásba. Egy konkrét vitát egyébként hogy kell elképzelni, Fanni?
Ugye hárman vagyunk a csapatban, és ez nem a megszokott Karl-Popper vitaforma, hanem ez egy teljesen új, amit a Baptista Szeretett Szolgálat fejlesztett ki itthon. Én vagyok az első beszélő a csapatban, a csapatkapitány. Nekem az a feladatom, hogy összefoglaljam az érveinket, illetve definiáljam a titánvonatban szereplő fontosabb kulcsszavakat. Ez nagyon-nagyon fontos lehet a verseny során, mert sokszor ezen megy el az egész vita. És hát nekem 3 percbe kell, mint ahogy mondtam, összefoglalom a saját érveinket, és utána következik Luca. Én pedig a 2. beszélő vagyok, és nekem az a feladatom, hogy reagáljak az előttem elhangzott kontra vagy pro oldal érveire, tehát hogy meg is cáfoljam ezeket, illetve utána tovább bővítsem a mi érvrendszerünket, ezeket leginkább ilyen tudományos példákkal, szakemberek állításaival, cikkeivel. És ezután jön Dani. Igen, pontosan így ülünk amúgy a vitaverseny, én vagyok a 3. beszélő. Nem volt leszervezve elő. Én Fanni tulajdonképpen definíciói alapján, Lucának az érbővítésé alapján tovább viszem tulajdonképpen a saját érveinket, mindazáltal reagálva azokra, amit például az ellenfél csapat elmond. És azt miután hozzátenném a felkészüléshez, hogy nagyon fontos, hogy mindegyiknek van egy előkészített beszéde, ami tehát nagyon-nagyon sok reflektálás van egy ilyen vitaversenyen, de azért mindenképpen, hogyha az ember memorizál is egy részt tulajdonképpen, és utána pedig van egy szabad vita rész 8 percben, ahol a csapatok egymásnak dobálják tulajdonképpen a labdát, és reagálni kell folyamatosan arra, amit a másik csapat elmondott. És egyébként szerintem ott dől el nagyon sok pont és része a versenynek ezen a szabad vitán, mert gyakorlatilag ott kell élesben reagálnunk a másik csapatra, szóval az nagyon meghatározó része a vitának. Még a szabad vita után nekem van még egy beszédem, egy lezáró 3 perces beszéd, ahol már semmi előre megírt szövegem nincsen, itt tényleg az a lényeg, hogy így az ütköző pontokat összefoglaljam, megpróbáljam meggyőzni a zsűrit, hogy miért mi nyertük meg ezt a vitát, úgyhogy én nekem egyébként az a kedvenc beszédem a legvégén. Itt veletek beszélgetve engem meggyőztetek mindenképp. Még arra mindenképp kíváncsi lennék, hogy mit gondoltok arról, hogy a vitakultúrát fiataloknak vagy bárkinek az iskolában az célszerű volna oktatni. Sejtem a válaszotokat, de mindenképp kíváncsi lennék a véleményetekre. Luca, hozzád fordulnék. Szerintem mindenképpen fontos, hiszen ha bármilyen átlagos problémával is találkozunk az életben, nagyon fontos, hogy hogyan tudunk másokhoz szólni, illetve hogy tudjuk megoldani a saját problémáinkat, és szerintem ez egy nagyon fontos tudás lehet, akár már az általános iskolától elkezdve. Dani, Fanni, ehhez hozzáfűzni való esetleg? Hát én esetleg annyit tennék hozzá, hogy nekem már a gimiben is nagyon hiányzott, hogy nem volt egy vita szakkörünk, és tényleg nem tudtunk sehol gyakorolni, csak hogyha versenyekre mentünk, úgyhogy szerintem ez mindenképp egy nagyon jó dolog, meg tényleg, ahogy el is mondtuk, nagyon sok pluszt ad, és szerintem tényleg fontos lenne, hogy ezt oktassák rendesen. Talán csak 2 hozzáfűzni való ehhez. Az egyik az, hogy nagyon sokaknak rengetegféle elképzelése van, hogy is néz ki egy vita, és teljesen más tulajdonképpen, ahhoz ez tulajdonképpen a valóságban ez lezajlódik. És a legelső kérdés, még mielőtt érveket dobálnánk egymáshoz eszterelnül, nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk. És sokszor a felkészülésben akár egy hét is ezzel ment, hogy mi is az a klímaváltozás, mi az, hogy vízhiány. És a definíciók azok nagyon-nagyon fontosak. A másik dolog pedig az, hogy szeretném mindenképpen meghonosítani az ENK-re ezt a vitakultúrát, úgyhogy meg is ragadom az alkalmat, és Szegedi László tanulnak az EU vita szakkör tantárgyát szeretném ilyen szempontból kicsikét népszerűsíteni, úgyhogy jövőben mindenképpen csatlakozhatnak ezt hallgatók. Akkor a kedves nézők ezt mindenképp jegyezzék meg. Nektek, srácok, lányok, hálásan köszönöm, hogy itt voltatok, és még egyszer hadd gratuláljak a győzelemhez, és sok sikert Brüsszelbe! Köszönjük szépen!